Sziasztok! Én vagyok Groot, akarom mondani, ez itt a Geek Life Hungary csatorna. Folytassuk a Valiant Hearts The Great War című játék immár 5. epizódját. Csak úgy száguldunk. Press button. Any button. Continue. Continue. Destiny brought them together. They had survived the enemy's wrath. Their gunfire. Bombardments. Minden túlélnek főség. With her father within reach. Csak az előző rész végén, ha nem rettegtem volna elég, de... Na. Bum. Satu 2 fék. Na, és akkor itt is vagyunk, Walt és Anna. Keressük meg Emily-ket. Ez annyit tesz, röviden tömören, németek vannak erre! Sosonnunk kell, mert ha észrevesznek, akkor valószínűleg minket is elfognak. Kollektívből csillant. Meg kell látni. Ez az, amikor egy orvos nem tesz különbséget ellenség és barát között. Ő csak beteget lát, meg sebesültet. Szúrjuk be. De már gyorsul. Belőttük. Kivesszük a golyót is. Franciák vannak mindenhol! Látta, Fate? Velgater! Hát igen, az várható volt, szegényt elviszik. Oui, bon chien! Hát ez ezt lezuhant. Kál! Leszor úgy. Kementsük. Még mindig nincsa. Kell egy kar, hogy kezd kihúzzuk. Ott a kar. Hát ez elég egyértelmű. Ez nyilvánvalóan felborul abban a pillanatban, hogy én rámegyek. De vált könnyebb, mint én? Így van, okos kutya. Megkapta a búksi simit. Az mindig jár, volt a legédesebb. Na, open. Ezt átmentünk. Hogy is csinál? Ez egy Luger pisztoly, ezt még anélkül is tudom, ez német kis pisztoly. A Andorfnak leszakadt az a kis fülkéje. Hát azt kell meghúzzuk, és akkor felemeli. Kasikál, megoldjuk havert. De hogy megyek? Nem, itt volt. Azt hittem, hogy már nem jön. Van egy kanna. Anyát vágta magát, egyem a szívét. Na jó, megvan a konzerv. De akkor van egy létre, amúgy amit észre sem vettem az előtt. Hogy esik szét minden is. Itt kollektívó. Nem vált. Dobás. Életünk nagy dobása. És most!
el se tűnne föl senkinek a németek között, csak egy hatalmas robban. Ó, hát ez easy volt, easy peasy. Álljunk. Ez gomb combination. Gyorsnak is kell lenni, elég. Élek, kihúzta. Megvan egy küzd, jövök Carl. Jön a doktor néni. Az ki. Nem megy olyan könnyen, ahogy szeretném. Be is kötjük. Ó, miért lezuhant, elmenekült Vándor, felvitte magával az apját. És Carl rájött. Hát akkor az apja nincs itt. Egyébként hozzuk, Pát meg elmegy, megkeresi Emilt és Freddyt. Okos kutya. És itt van újra Emilt és Freddy. Van ügyes, hogy idáig eljött életünk. Tapasztalat? Nézzük meg hátul, nincs a kollektívok. Vannak újra az erős fiúk. Majd mi megoldjuk. Oh no, Freddy! Nyugi, Freddy jól van, ő kemény csávó. Édes egyen meg, hát nem iszik. Én milyen keményen nyomom, hogy jó. Úristen, elnézést. Ez baki lesz, de bocsánat. Véletlenül rányomtam a... Na mindegy, egymás mellett van az elének. De láttam, hogy valami csillenni. Véletlenül bejött egy pillanatra az OBS, bocs. Nem érdekel egy kollektívból, biztos ott van a Freddy oldalán. Nem izgat. Oh, Istenem, megnyomtam ezt a nyomot. Bocs! Nem volt szándékos. Igazából de. Nem, a dinamitrúd nem megoldás. Vagyunk csak. De te már megoldás vagy. Jó, amúgy elég egyértelmű, hát ha ez egyiknek nem jó. Mondjuk úgy, hogy néha észrevehetőek a dolgok ebben a játékban. Na. És csak felszedjem azt a kollektívot valahol. Biztos, hogy mit tudom én, hol hagyta el Freddy. Megvan. Na. De is megvan valami. Nem tudom, lehet, hogy jó lesz a konceptártot a végén megnézni. You play action complete. Hát hiába. Tessék volt, fakt egy dinamitot. Te vagy az igazi bombaszállító kutya, nem is orvos vagy, te egy pirotechnikus vagy.
Pyrotechnic Dog. Na. Teljesen logikus amúgy a hely. Jó, de is... Itt jön Freddy. Merci. Merci mon ami. Ezzel a plankfélekát ez felverált. Van dinamit. Ó, nem, volt nál is van egy dinamit. Aha, hogy akkor ezt meg kell gyújtani, és akkor gondolom, mint amikor Freddyvel harcoltam a templom tetején a Baronnel. Úgy most ez gyújtja meg, csak ugye most nem gránátom van, hanem dinamitom. Úgy. Egyszerre, keményen. És még volt is elő. Ott van a autója. Közel járunk. Ott van a hátul. Victory had a bittersweet taste for Anna. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Anna's father had disappeared with Baron von Dorn, and Emil was court-martialed for desertion. Cited for his bravery in Reims, Emil was fortunately pardoned and set free. Free to go back to the front. Micsoda átverés. Hősiessége miért, még a dezertációmat összeadva, végül szabadon távozhattam a bíróság elől, viszont visszaküldtek a frontra. De legalább Carl elvitték biztonságos helyre, egy börtönbe, de legalább biztonságban. Egyébként miután a franciák hazaküldtek minden németet, akik ugye Franciaországban éltek, ezzel a kárt értem, most letartóztatják, mert harcol a németek oldalán, ahova ők küldték, hogy harcolni fog, úgy is tudták. Na mindegy. In Saint-Miel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. A photo of his grandson, Victor, standing on both feet and learning to walk. Don't worry, friend. A levelet akarunk írni. Tudom, ezt az epizódot lehet most kellene meghúzni a végét, de... Zoktak van a tintája. Na jó, szóval még ezt a chaptert még bevesszük a mostani részbe, lehet, hogy ez hosszabb lesz, mint szokott. Ez okna. Hát ez easy volt. Aztán jó, mondjuk legyes egy kicsit, de hát zokni kért, fronton mit akar? Ja, hogy még mossam is ki, feleségű, ne vegyelek! Tűzzel lehetne ahogy kezdeni. Úgy kép most meg. Jaj, itt nem megyünk. És ha most? Ha-ha! Nem láttad, hogy beletettem. Épp, hogy a kutyáztam. Csak kutyával játszottam. Ho-ho, ott a tiszta. He-he. Ki most az okit, te kis budja? Kéteosztás van, ez minket nem érdekel. Csöpök belőle a víz. Nem baj, hát nem koszos, csak öregy, már ez is baj, hogy már koszos is. Most meg vizes, mi? Na jó.
kisütöm neked, jó? Egy száraz meleg zokni. Igaz, hogy csak egy darab, de örüljenek is, na. Igazán kösz, haver, adtál egy tintát, én meg kaptam egy zoknit. Gyere, Walt! Na jó, már csak egy tóra lesz szükségünk. Vírhassunk a lányunknak. Tehát ezen az arcképe azért van. Köszönöm, Walt. Merci, Walt. Te meg kösz, hogy kimostátok. Adok egy fejemverést, hogy át. Hát végre ez egy fegyvernek van, hogy sír valami. Oké, kenyér, kösz. Ennyi. Van egy galamb. Na most, ha nem vagyok teljesen hülye, már pedig nem, akkor valószínűleg kenyérre lesz szükségünk, és ha nekem nem is adsz, a kutyám majd elhozza. Köszi, Walt. Két minden sorra kerülök egy kis kenyérért. Na, most oda tesszük. Ezt nem is, bocsánatot kérek, már másodjára. Vagy hagyjad. Még hátra kell menni 3 minutát. És megvan a toll is. My dearest daughter. I heard from Carl. His condition is stable. He's still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. I mean, sorry. Ugye ez még a chapternek közel sincs vége. Igazából, hogy bombáznak, úgyhogy vissza. Erre sem mehetünk. Akkor itt várjuk ki a végét. Jadó! És mi azt így, ha arcod mindig a egy fekete van meg először? Na lesztek. Nem jó, neked két egyedül kocsázni? Az a tesóknak összeálltak. Nem a legjobb fej egy bombázás, ahol tele van mindig, amit kell. Ellentámadásba kezdünk. És oda, hogy túlélték az előzőt, és most akarsz talán adni? Sejtettem. Na, ennek a chapternek a vége, akkor befejezzük, mert úgy látom csak egy dolog hiányzik. Úgyhogy valószínűleg a kollektívöknek majdnem minden része megvan, akkor már közel a vége is. Mi vagyok a legkeményebb fickó a seregben.
Egy trótvágóval győzök le mindenkit. Meg kéne javítani, de hogyan? És mi a fejével csinálom meg? Mert hogy semmi nincs, egy darab fadarab van nálam, vagy robbantsam fel. Majd egy fával van nálam, egy fa van nálam összesen. Többiek meg állnak, mint maci, hevesen. Jó, a fa nem jött be. Ötlet? Valaki? Valami? Ne húzzátok el a végjátszásomat, miért nyomjunk meg a tabot? Jó, jót értem. De itt nem volt semmi más, és innen már nem tudunk visszamenni. Hogy javítsam meg? Csak nem látok valamit itt. Na most jöhet-e valami? De itt nincs az égvilágon semmi, amit fel tudok venni. Nincs egy átjáró, egy útvonal. És nincs itt vált sem. Hát, én ezt most nem értem. Azt látom, hogy hiányzik egy kereke. Na, végre galambúr. Ó, hogy süsség! Harmadszor rohanok oda-vissza. Na, látjátok? Tényleg nem viccelek. Játszottam a játékkal annó, igen. Talán nem is vittem végig, de nem emlékeztem volna erre. Itt ezt így át kell ütni. És itt van. Ekkora hülye vagyok. Középkategóriás hülye, de legalább. Már kétszer nyomtam rá arra a hülye OBS-re is. Na és most gondolom húzom hátra. Nagyon más nem lehet. És viszlát! Na ne viccelj, gránátok vannak fönt. Erre Freddy felvette a fát. Kicsit ilyen Worms-ös. Ezek annyi gránátom van, eldobálom itt egy hétig is. Gránátok. Várjátok most srácok, mert túldogtam. Ez a Steve Fire. Most rend. Többiek megálltak. Azt nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy került oda föl, de hogy egyértelmű, hogy hova kell dobni a fát. A kapásban nem is értek. Ezt a kutyának dobtam. Várjunk. Van egy tesó.
Hoppa. Az adott fel, én azt mondom le. És itt a kollektívból, és valahol ott álltunk, de nem van. Kérdőzni kell. Freddy erősítést kér tőlünk. De szerintem egy napig kibírja az erősítés nélkül, ugyanis itt most meghúzom a végjátszás végét. Kétből ki ide vagy oda, ezt most elfogadom, majd kivágom, de addig is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Vált, téged is imádunk, neked jár a simi a műsor végén. És folytatjuk a videót hamarosan. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, iratkozzatok fel. És ha valamilyen kommentben jelezitek, hogy mi az, amit jól, mi az, amit rosszul csinálok, azt igazán megköszönöm. Én vagyok Groot, akarja mondani Geeklife Hungary, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!